Köszönöm a lehetőséget. Előadásomban régi hagyománynak megfelelően, változtatva az előzetesen megadott címen és némiképp a tartalmon, a Batthyány család könyves kultúráján keresztül közelítve igyekszem megfogni a jezsuita szellemiség 18. századi recepciójának miben létét. Mivel kutatásom kiinduló pontját alapvetően az akadémiai könyvtárban található Batthyány könyvanyag jelenti, amely a család fő, tehát hercegi ágához kötődik, így ezúttal is a család ezen részének könyves műveltségét vizsgálom. Az előadás három fő szerkezeti elemből tevődik össze. Először Batthyány Lajos kancellár és nádor könyvtárának jezsuita illetőségű könyvanyagát tekintem át, ezután főként az ő fia, Batthyány József, esztergomi érsekhez köthető könyvekről beszélek, mindeközben pedig az általános bemutatáson túl kiemelnék néhány olyan művet, amelyek valamiképpen jellemzőnek tekinthetők a jezsuita szellemiség hatása és befogatása szempontjából. Fontos említeni, hogy a két Batthyány, apa és fia esetében is az ország első méltóságainak betöltőjéről, a 18. századi magyar történelem két kiemelkedő szereplőjéről beszélünk. Batthyány Lajos az ország utolsó nemzeti nádora volt, utána csak a Habsburg-Lotaringiai uralkodóház tagjai töltötték be a tisztet, Batthyány József pedig nem csak prímás, hanem a Habsburg monarchia fő politikai fóruma, az államtanács megbecsült tagja is volt. A Batthyány család jezsuitákhoz való kötődése az időszakban elsősorban a családtagok által látogatott oktatási intézményekben mutatkozik meg. Batthyány Lajos apja, Batthyány II. Ádám a soproni jezsuitákhoz járt gimnáziumba, és a gráci jezsuita egyetemen hallgatott logikát, ahogy a nagybáty, II. Ádám öccse, Boldizsár is a gráci jezsuita egyetem hallgatója volt. Míg a család másik ága továbbra is előszeretettel látogatta ezeket az intézményeket, Batthyány Lajosnál és testvérénél Károlynál változás, mondhatni törés állt be e tekintetben. Korán megűzve gyűlő édesanyjuk, Stratmann Eleonóra úgy határozott, hogy fiai tanulmányaikat a bencések által vezetett Salzburgi Egyetemen folytassák. Nehéz megmondani, hogy a döntésben mennyire játszott szerepet mondjuk a bencéseknek a jezsuitákkal szembeni előnyben részesítése. Ezzel szemben arra utaló forrást ismerünk, hogy a Magyarországon dúló pestistől való félelem bizonyosan szerepet játszott. A jezsuiták jelenlétéről Batthyány Lajos szellemi horizontján Bécsi könyvtárának 1743-as katalógusa alapján alkothatunk képet, amelyen a kortárs jezsuita történetírók meglehetősen teljes körét találjuk. Timon Sámuel három művel is szerepel, és szerzőként említhető még Kazi Ferenc, az egyház történetet művelő Péterfi Károly, Tercsánszki János és Kolozsvári Pár. Árvai Mihálytól, aki 1742-ben kilépett a rendből, irodalom történeti áttekintése volt meg. A jezsuita történetírók előző, vagy ha úgy tetszik, első generációjából Hidi Gergely említhető honfoglalás előtti topográfiájával és Szent Imányi Márton nevezetes miscellánájának második és harmadik részével szerepel. A történetírás körén kívül is említhetők jelentős művet alkotó szerzők a rendből. Szegedi János magyar jogi összefoglalása rendkívül népszerű és elterjedt mű volt. Hatását mutatja, hogy Batthyány Lajos legidősebb fia, a helytartó tanácsi munkára készülő Ádám Bencel apjának külön is beszámol leveleiben arról, hogy hogyan halad a könyv olvasásával. A Batthyányak által patronált Faludi Ferenctől matematikai munkája található, Gabon Antaltól gyakorlati kémiai műve. Külföldi, elsősorban 17. századi jezsuitáktól is több mű szerepel a katalógusban. Jeremiás Drexeltől 9 mindenek előtt morális, retorikai témájú mű is szerepel. Gaspar Scott 3, egy általános természettani, egy optikai és egy matematikai művel, Franz Reinzer egy csillagászati tárgyú munkájával képezte részét a katalógusnak. Claude François Ménestrier a heraldika nagyhatású alakjaként említhető. Batthyány Lajos katalógusán olyan kulcsművek és tematikus csomópontok azonosíthatók, ahol jezsuita szerzőket találunk, vagy a középpontban a jezsuita szellemiség áll. Elsőként érdemes említeni Balthazar Gracián-t,
akinek udvari embere, az udvari műveltség talán legnagyobb hatású 17. századi műve volt. A könyvet éppen Faludi Ferenc fordította ezen a címen. Graciántól a pessimista tónusú allegorikus pikareszkje, a kritikon is megvolt Batthyány Lajosnak. Másodikként egy tudós vitának a kataloguson szereplő irodalmi dokumentumaira hívnám fel a figyelmet. A kiinduló pontot Fontenelle 1687-es művet jelentette, amelyben a nagyhatású francia gondolkodó, a jóslás, különösen az ókori és pogány gyakorlatára szolgált racionalizáló magyarázattal. A válasszal egy jezsuita, bizonyos Jean-François Balthus állt elő, aki kitartott a Fontenelle által tárgyalt jelenségek természet fölötti magyarázata mellett. A katalóguson mindkét szerző műve szerepel, mégpedig egy olyan munkatársaságában, amely egy 1725-ös kiadású, friss érdeklődésre utaló könyv, amely a különböző közkeletűen démoni eredetűnek vélt jelenségeket természetes okokra vezet vissza. A kérdéskörnek a 18. század első felének Magyarországán, így Batthyány Lajos körmendi birtokain és folyó boszorkány perek miatt is különös jelentősége lehetett. Sajátos, hogy ez esetben van információnk Batthyány Lajos véleményéről. A szakirodalom 1758-as Mária Teréziának a boszorkány perek indítását szankcionáló rendelete kapcsán már nádorként írt levelét idézi, amelyben a boszorkányokkal szembeni fellépés törvényes és szentírásra visszamenő alapjait említi. Harmadrészt, ez a harmadik csomópontja a jezsuita illetésű műveknek, elmondható, hogy a katalóguson a janzenista művek jól körülhatárolható és jellegzetes csoportot jelentenek, és el lehet mondani, hogy a jezsuiták fő ellenfeleinek ők voltak tekinthető, szerintem még a piaristáknál is áldázabb ellenfeleik voltak a rendnek a korban. Források hiányában egyelőre nehéz megmondani, hogy pontosan milyen előjelű lehetett ez a janzenista művek iránti Batthyány Lajos katalógusán detektálható érdeklődés. A Batthyány Lajos könyves műveltségére vonatkozó kevés konkrétum egyike, hogy amikor 1716-ban Párizsban járt, anyja, Stratmann Eleonora Georg Wilhelm von Hohendorf útmutatására bízta az általa beszerzendő könyvek kiválasztásában. Hohendorf Savoyai Jenő bizalmasa volt, akinél jezsuita szimpátiát és jezsuita ellenességet is feltételez a szakirodalom. Hohendorf 1720-ban megjelent katalógusában is jezsuita ellenes művek sorát találjuk. Itt most a téma kapcsán csak egyetlen műre mutatnék rá. Batthyány Lajos könyvtárának gyűjtésére és eredetére kapcsolódóan szinte semmilyen konkrétumot nem ismerünk. Az egyik kivételt Zsev Márki válási ügyének dokumentum gyűjteménye jelenti, hiszen Hohendorf egyetlen Batthyány Lajoshoz írt levelében éppen a Márkivel való találkozás emlékét eleveníti fel, és így okkal feltételezhető, hogy a személyes érintkezés keltette fel az 1714-ben beszerzett munka iránti érdeklődést. Batthyány Lajos sajátos érdeklődésére utal a frissen beszerzett, 1735-től megjelent különleges jogi eseteket és ítéleteket bemutató 8 kötetes francia kollekció is. És ezért is tekinthető különleges jelentőségűnek egy 1731-es per dokumentumainak még az évben megjelent 6 kötetes gyűjteménye. A vád szerint jezsuita dóntató atya lelkivezetői hatalmával visszaélve elcsábított, szexuálisan kizsákmányolt és abortuszra kényszerített egy fiatal nőt. A nagy vihart kavaró, ellentmondásos úgy, a korábban szent hírében álló állítólagos áldozatra a hübriszből eredő hamis vád, hogy hamisan vádolta a jezsuita atyát, ez a vád, ennek a vádnak az árnyéka vetült, míg a jezsuita atyát boszorkánysággal is vádolták. És az ügy elhúzódásából leginkább a jezsuiták ellenfelei, főként a janzenisták profitáltak. A per az annak kapcsán megjelent könyvek révén nemzetközi szenzációvá vált, és óriási csapást jelentett a jezsuita rendre nézve. Hogy a jogból doktorált Batthyány Lajos mit olvasott ki az ügy dokumentumaiból, nem tudjuk megítélni. Egyébként maga az ügy is eldöntetlenül zárult, sem a felperes, sem az alperes nem ítélték el végül, annyit tudunk, hogy mindketten eltűntek a
közéletből nem találni nyomukat az esetet követően. Batthyány Lajos könyvei csak nagyon kis részben és hozzávetőlegesen azonosíthatók. Ezzel szemben a fiához, Batthyány József, kalocsai majd esztergomi érsekhez köthető kisbéri könyvtárnak nem csak katalógusait, hanem könyveit is megtaláljuk az akadémiai könyvtárban. Batthyány József életével kapcsolatban sok bizonytalan állítást találunk a szakirodalomban, elsősorban például az egyház történész Meszrényi Antalra visszamelően. Az biztos, hogy miután a papi pályát választotta, a nagyszombati jezsuitákhoz járt. Említik fiatalkori itáliai és nyugat-európai utazásait, valamint római tanulmányait, viszont ezeket nem kötik konkrét forráshoz a szakirodalom, és elképzelhető, hogy a vele egy generációba tartozó, szintén főpap, Batthyány Ignác püspök életrajza adatai okoztak kavarodást Batthyány Józsefnél. Batthyány Ignác egyébként harmadfokú unokatestvére Batthyány Józsefnek. Herman egyedtől olvasható szintén forrás megnevezése nélkül Batthyány Józsefről, hogy a janzenizmust ördögi szektának tartotta, és legszívesebben életfogytiglani börtönre ítélte volna annak híveit. Ennek is sem ismerjük forrással való megalapozását. Itt részemről csak egyetlen spekulációról ejtenék szót. Sem Batthyány Lajosnak, sem Batthyány Józsefnek nem ismerjük ex librisét vagy possessor bejegyzését. Fel lehet tenni a kérdést, hogy ez a hiány nem vezethető vissza valamiképpen a jezsuiták hatására. A kisbéri könyvtár egykori anyagában szépen megmutatkozik Batthyány József történelmi érdeklődése. A jezsuita történetérők teljes körét találjuk itt, amelyből az előző generáció újabb kiadású munkáin túl a 18. század második felében alkotó szerzőket és műveiket érdemes kiemelni. 34 kötet volt meg Katona István monumentális összefoglaló művéből, és bizonyára csak azért nem az összes, mert a kötetek egy része csak Batthyány József halála után jelent meg. Batthyány Józsefet egyébként Katona József mecénásaként említi a szakirodalom, azonban a kapcsolat részleteit nem ismertették. A szerzők közül említhető még Kaprina István, Pálma Károly, Schönwiesner István, Wagner Károly vagy Hábor János is. Az akadémiai könyvtár kéziratában két pozsonyi gyűjtemény katalógusát is megtaláljuk. Ebből az egyik szintén Batthyány József könyvtára volt, ahol a történetírás és a történeti jezsuita történetírók hasonló hangsúlyát vehetjük szemügyre. Az egyik olyan kötet, ami kisbéren nem volt meg, Pozsonyban viszont igen, Sajnovics műve a magyar és a finn nyelv azonosságáról, a másik mű pedig éppen Kéri Ferenc Borzsának a bizánci története. Batthyány József öccse, Batthyány Fülöp könyvtára arányaiban nagyjából fele annyi magyar történelmi tárgyú és jezsuita szerzőtől írt könyvet tartalmaz, mint érsek bátyjáé. Velük szemben a praktikus irányultságú, ugyanakkor jelentős politikai anyagot is gyűjtő Batthyány Tódor könyvei közt csak kevés magyar történelmi tárgyút találunk, és jezsuita történetírótól származót is csak kivételesen, Schönwiesner Szombathely római múltjáról írt munkáját. Az akadémiai könyvtár Batthyány anyaga kapcsán is kiemelhetők valamiképpen különleges művek. A kisbéri anyagban megvoltak Kollár Ádám Ferenc 1760-as években írt történelmi munkái, köztük 1764-ben megjelent írása a királyi felségjogokról. Nehéz megmondani, hogy vajon váltott-e ki még könyv olyan érzelmeket a magyar olvasóközönségből, mint az ex-jezsuita szerző Pozsonyi Országgyűlés által mágiára vetett műve. Talán Szegfű száműzött Rákócia vetekedhet még az első helyért. Kollár Ádám Ferenc levelezését Sós István adta közre, és ebben olvashatjuk, hogy Batthyány József azon kívül, hogy szembesíti Kollárt a könyve által kiváltott hatással, kollegiális hangnemben, mint egy értelmiségiként az értelmiségihez szólva, igyekszik tanácsokkal szolgálni, hogy miként nyerhetné vissza elvesztett reputációját. A kisbéri könyvtár Batthyány József halálát követően jelentős változáson ment keresztül, amiben unokaöccse Batthyány Tódor fia, Batthyány Antal József játszott főszerepet. Ő a könyvtárat személyes ízlésének megfelelően szelektálta 1817-ben, a számára érdektelen könyvanyagot pedig rohancra szállítatta. Válogatása már a szekularizáció drasztikus példájának tekinthető,
hiszen a teológia és klasszikus filozófiai könyvanyag szinte teljes egészében el lett távolítva. Az azonosíthatóan kisbéren maradt könyvanyagon belül is elkülöníthető egy olyan csoport, sajátos jelzet és jelölés alapján, amelyet Batthyány Antal József második feleségéhez, Roggendorf Ceciliához köthetünk, akire érdemes tudni, hogy Giacomo Casanova meghitt levelező partnere is volt, igaz, már annak élete alkonyán. A szépirodalmi művek mellett modern filozófiát is találunk, benne elsősorban Kant műveit. Jellemző, hogy az akadémiai könyvtár teológiai szakján szemben a német és francia irodalom szak számos kötetével csak négy mű fordul elő az ismert jelzéssel, amelyek közül kettő is kimondottan valláskritikus munka, így az ateista Holbach báró teológiai portatívja. Egy szentimentális, moralizáló stílusban író evangélikus lelkész műve mellett a Kritik über die Abhandlung von dem Eide der Bischofe című művet érdemes kiemelni. A kánonjogi könyv szerzője Jakob Anton Zeilinger von Thurn, egykori jezsuita szerzetes, a mű pedig ortodox katolikus irányvonalat képviselve a febronianista nézetek cáfolatát adja, így tartalmilag igencsak eltér a szóban forgó jelzésen ellátott könyvek és a kisbéri könyvtár 1817 utáni irányvonalától. Feltételezhető talán, hogy a cím, amelynek kezdete a Kritik kezdőszó volt, valamiképpen megtévesztette a könyv kiválasztóját. Bár itt csak a feltételezésről beszélünk, találni más példát is a család könyves történetében, ahol egy könyv feltűnésének hátterében a cím megtévesztő voltát feltételezhetjük. Batthyány Lajos 1743. évi katalógusán a janzenista mozgalom névadója, Cornelius Jansen helyett névrokona a 16. században élt genti püspök művét találjuk, és valószínű, hogy a janzenista könyveket kereső gyűjtőt a névazonosság tévesztette meg. Batthyány Lajos életét hiába volt a Magyar Királyság első világi kancellárja és utolsó nemzeti, tehát hazai nemzetségből származó nádora, alig ismerjük, és hasonlót mondhatunk el fiáról, Batthyány Józsefről, esztergomi érsekről is. Mindez azért is sajátos, mert azt gondolhatjuk, hogy koruk nem csak politikai, hanem kulturális életének is középpontjában álltak. Az ő könyves műveltségük számbavételével számos csomópont körvonalazható, és érdekes kérdések vethetők fel a jezsuita rend és szellemiség vonatkozásában. Így például, hogy vajon mi lehetett a véleménye Batthyány Lajosnak a jezsuita és a janzenista szellemiség nagy ellentétéről, vagy mit gondolhatott a jezsuita rendet megrázó botrány dokumentumait olvasni. A Batthyány könyvtárakban különböző irányú és fokú érdeklődés nyomait láthattuk. Batthyány József könyvtáraiban a jezsuita történetírás iránti különleges érdeklődés nyomait láthatjuk viszont, ami a testvérei könyvtáraival való összevetésben is kivilágít. A jezsuita és ex-jezsuita szerzők által kibocsátott kulturális javak az egyaránt csodált és gyűlölt rend 18. században kifejtett szellemi befolyását példázzák. Köszönöm a figyelmet!